Úgy folytassuk. Jelenleg megtudtuk, hogy Boris nem szeretjük. Jelenleg hála neki nincs meg az asszony. És miatta kell még mindig itt lennünk. Úgyhogy Boris nem szeretjük. De hogy innentől hova akarunk kiukadni, megtalálni a hölgyeményünket, azt még nem tudom. Tehát ugye nem gondolnám, hogy a KGB az erőműbe tartaná fogva. Ugyebár. Úgyhogy erre kéne majd rájönnünk, gondolom, hogy akkor merre az arra. Kevés pályán voltunk még egyelőre. Fehér Boris. Igen, olyan is van, az a kellemesebbik. Na de elméletileg már hárman vagyunk. Ami tök jó. Mert ugye... Na már a rádió. Most nem szól a rádió. Nem kapunk küldit, csak úgy menjünk bele a vakvilágba. Na ilyen se volt még. Na, van három csávókánk. Három száját kell tetni, de megetetik magukat, ha ők nagyon ügyesek. Úgyhogy reméljük ez így is fog alakulni. Hát nagyon olyat, hogy küldi nem kaptunk. Igor, hey, got a second? Just talk to my business partner on the radio. What is it? Vagy most kapjuk. He's knee deep in the shit. NAR is after him. But that's to be expected if you keep taking from them and giving unto yourself, huh? I see. That kind of business. Let's not get bogged down with the details. Just check if he's okay, would you? He's hiding somewhere near the Pripyat port. Na, akkor menjünk a kikötőbe. Jó estét, hokka el, szervusz. Jó, hát akkor most Mihálylatta a küldinket, ahogy nézem. És az erőmű, ez napról napra szebb. Jó. Azt mondja, hogy Mihály megkért, hogy segítsünk barátjának. Igen, üldözi a nar. Ja, meg kell mentünk. Jól van. Na, Dugaradar. Kaskó 86. Kvázi ugyanannyi. Na, 93-86, az nem rossz. Itt nem élnék túl, mert szörnyecske. Ja, Reni, szervusz, szép jó estét. Hát nem tudom, Mihály, nem érzem azt, hogy túlságosan ügyes lenne. Kéne neki adjunk valamit, hogy meg tudja védeni magát. Tudunk-e neki gyártani valamit? Only official, szervusz! Köszönjük a falomat. Ja nem, ahhoz izé kellett, ugye? Nem építőeszköz. Ez kellett. Nincs megyi anyagom, akkor mindegy. Akkor mindegy, mert akartam volna neki adni pisztolyt, de... Egyelőre sörétes. Van 20 lövésem. Ja, lehet, hogy akkor inkább ő itthon marad. Maradj itthon, Mihály, majd helyette dolgozunk. Legjobb esélye Olivier-nek. Akkor a maradék helyre kell Saskót elküldeni, ami igazából bármelyik ezek közül.
Mármint a Chernobyl Lightban? Fogalmam sincs igazából, ez egy első végigjátszás, tehát számomra pont ugyanolyan új, mint hogyha ma jelent volna meg. Úgyhogy nem tudom, mennyiben térhet el a megjelenéshez képest. De egyelőre egész érdekesnek tűnik. Gyógyszer. Hát inkább. Ja, valami élelmiszercsomagot hozzon, azt csókolom. Ugye, mert nekem meg kell szépen a kikötő. Ismét. Na nézzük. Remélhetőleg akkor ezután a raid után tudunk Mihailnak adni valamilyen eszközt, amivel megvédi magát, és akkor nagyobb eséllyel éli túl a raideket, mert most akkor úgy nem küldöm el egyelőre. Majd a kövire. Mikhail claims that everything is just business, but I know you can tell he's holding back the whole truth, can't you? There's a deep darkness within him, caused by loss and grief. Don't let it suck you in. Igazából eléggé hozzá akar szoktatni a játék a pályához minket, mert ugye ezen is már harmadjára vagyunk egymás után, Dugaradarnál is voltunk háromszor. És tök olyan érzés, mint hogyha ez lenne a... Na várjál, nincsen. Ja, de ott van. Hát én ebben azért ugyan megnézem a kérdőjeleket. Aztán utána megyünk megmenteni a bajt itt Mihailnak. No, benya az mindig jó. Basszus, azt nem néztem mondjuk meg, hogy mi az, amiért érdemes, vagy mi az, amit érdemes lenne keresgélnünk. Ijesztőbb. Már csak amiatt, hogy rossz vagy. Valami extra is van benne. Na, ezt már kilométerről láttuk. How's my dress, Igor? Not too tight in the back? Sorry. I don't have an eye for such things, but you look gorgeous, I promise. You'd still say I look good even if I put on a potato sack, wouldn't you? Yes? You know? This is quite a conundrum for you, Professor, isn't it? You're so sweet. Ja, hát igen, igen. Tudnak beleadni olyat. Ó, volt nincs. Az a kérdőjelem? Az a kérdőjelem. Package delivered, but the price has doubled. Surely you understand, given the circumstances. Hogy parancsolsz? What the hell are you? No, no, no! Hát akkor megvan a revolverünk Mihailnak, úgy érzem. Itt lesz mögöttem, miha megfordulok. Ja, tényleg azokat oda meg nem tudok bemenni, ezt fel kell robbantani. Jó. Akkor vissza, ahonnan jött. Hát igen, amit az eredeti nyelven csinálnak, hogy hát ahogy szánják, az általában mindig ugye
hogy az igazi. Aztán vajon ma mikor akar halálra rémíteni a játék? Nem is tudom, mi az, amit kéne nekünk hozzá, azt mondom, növényből van talán keves? Keves? Kevés. Igen. Általában nekem is ez, igen, hogy... Oh. Ugye az, amit legjobban feldolgoz az agyam, és akkor... Mi van? Eltűnt innen a kérdőjelünk is, visszateleportált oda, ahol voltunk. Hogy parancsolsz? Há? Mi folyik itt? Aha. Értem. Ó, ezekben gomba van. Milyen meglepő. De attól még ugyanúgy az előző helyen lett a kérdőjelünk. Ez marha érdekes. Viszont így, hogy ilyen viszonylag kevés lőszer találunk Shotihoz, lehet lesz értelme revolverre gyúrnunk majd Olivier-vel. De mit fogok ott megint találni? Mert még ott van a kérdője. Kint a hajón? Itt hagytam volna? Ó, loot. Itt hagytam a lootot! Oké, de a másik erő attól még ugyanúgy eltűnt, ami ott volt a raid elején. Szóval van egy AK-nk is már. Meg két revolver összesen. Ja, ez 10-re. Aha, már emlékszem. Hát jó. Ja, izé. Rá kéne tenni... Hát szerintem te legyél. Mondom... Legyél a 2. Hát ez fura volt. Mármint nem abban a tekintetben, hogy itt hagytam a lootot, hanem hogy a másik kérdőjele, ami lett. Na akkor most szimplán megyünk már a csávót megmenteni. Gondolom majd kell lövöldözni is.
Nem tudom, mint hogyha kevés lenne az őr. Gyanús. Benn van az épületben. Oh, hello, Tetya. Who's there? Don't shoot. Relax. Mikhail sent me. Are you his business associate? His what? Ah, yes. Sure. Hogy sure mi-e? Thing. I've been shot. I need help. Mikhail, I found your friend. NAR did a number on him. It doesn't look good. Fuck! Well, help the man! I need him! He's got connections! Besides, he doesn't deserve to die like that! Like a dog! Let me patch you up. Thank you. I don't have anything on me. Mihály, I had to drop everything when I ran. Nagyon but jó. I've got some intel you can have. I'm looking for someone. Her name is Tatiana Amalieva. She plays a violin, right? Sibelius. Yes. Ismeri. My God, that's her favorite composer. You know her? I can still hear the music. Beautiful. Inspired. Sibelius is not for everyone. Weeks ago, I started having the dreams. Only the music at first. Then I saw her. She didn't say anything. Már régóta gyanús. But I understood. She communicated with me through the music. Hogyan? My wife Katya used to play the violin, you see. That was our connection. What did she communicate? Koordinátákat. I wrote it down someplace. But it's still in my hideout. Probably swarming with NAR goons. Don't go anywhere. I'm going to check your hideout. This is very important to me. You'll be fine. I promise. Tehát... Tehát a nőnk valamilyen úton módon üzenetet küld a zenéjén keresztül Mihály munkatársának álmában. Javítsatok, ha tévedek, de nekem ez jött le. Azt mondja, Anti, van itt valami? Jó, lehet, hogy ez az a... Érdekes. Azt tudom, hogy a csávókák, hogyha... Halló? Ja, hogy vihar van. Csak hogy összetoljam magam, ugye? Szóval emetleg azt néztem, hogy akármennyire is kevesebbet sebzek a revolverrel, hogyha jól tudok... Jól tudok célozni fejre, akkor... ugyanúgy egy hitelem. De akkor ez a kettő csába, aki itt szokott járőrözni, az ugyanúgy itt van. Ja, és megint így kell keresztül... Na várjál. Hú, akár már nem emlékszem. Hogy volt? Volt valahol... Az lehet, hogy el lett barikádozva. Ja, itt volt a csávó. De ez már bejárható. Ja, nem. Ja, igen. A... Mi az? Tarakanon keresztül tudtunk a másik oldalára menni a kérónak. Ami azóta ugye bezárult. Nem tudom miért. Úgyhogy nem tudunk hátába menni sajnos az őröknek. Mondjuk van 34 revolverem töltényem. Szerintem megpróbálom lepuffantani. Lehet, hogy ott kéne kicsit hápénzni, azt mondja, hogy...
Ez a baj, hogy nincs ilyen sugárzásvédő kenőcsöm. Csak gyógyszer. Spring 4-et visszatettünk. Nem sebződtünk eleget. Ennyi. Ennyi kell. Akkor mégiscsak jól gondoltam azt, amit jól gondoltam. Hogyha fejre célzunk, akkor nem kell, hogy erős legyen. De ezek a viharok, amik szülik azokat a... Na várjál. Ja, hogy ez az az épület. Mi az a... Bakker, mindenképpen erre kell följönje. Nem tetszik ez nekem. Most képződött? Vagy csak nem töltött be? Vagy csak a szemem káprázik? Nem tudom eltenni a sörét, de el tudom tenni a sörétest. Ohohoho. Nem sok helyünk vannak. Most van egy tolvalkulcs a szoba, az tök jó. Ez a hely, Bakker, nekem gyanús. Mindjárt össze fogom tojni magam, figyeld meg. Hogy mondod? Az emeleten lesz ez a kulcsos szoba. Fools rush in. You know this expression, Igor? You are like a foolish child wandering in the dark. You think you're getting closer, but the dark water is rushing in. Soon it will be over your head. You should have stayed away. You cannot ruin everything now. I won't allow it. So, want to show me what you're made of? Now run. I will hurt you if I have to. I'm giving you a 10-second head start. Ja, hogy nincs nálam. Ja, de van. See what you're made of. But it's not over yet. Voltak dolgok. Egyrészt a játék elkövette azt a hibát, hogy amikor ugye találkoztam, tehát ahogy áthúzott engem a az ajtó félfán túl a csávó, nem ijedtem meg, mert már a lépcső tetején betriggerelte azt, hogy odahúz az ajtóhoz és megjelenik a csávó.
Ha hagyja, hogy oda sétáljak az ajtó félfához és jobbra fordulva észrevegyem, biztos, hogy összetoljon magam. Így és kicsit már figyelmesebb lettem, hogy itt valami furaság van. Aztán ez lett. Hát, ez jó kérdés, Zoli. Én azt gyanítom, itt láthatlanba. Az elejétől is ezt gyanítottam. Vagy hát... erre gondoltam meg most is, továbbra is, hogy szerintem ez a csávó, ez a fekete stalker, aki megjelent és megölte a csávót, a barátunkat. Az én vagyok. Szerintem. Csak később van. This Omega unit seems to be Vladimir. A special unit designed to protect the power plant. What in the hell are the NAR hiding there? Ja, hogy ez a... Oké. Okay. Az erőmű... Na mindegy. Oké. Okay. Akkor nem vagyunk. Ő volt a fekete stalker. Akkor egyből... Jó, akkor az elméletemet már most kihúzom, mert ez az ő kártyája. Akkor mindegy. Hát milyen menő lett volna? Hát ez a gettó. Azt mondd meg játék, hogy hol van az a szoba, amit ki tudnék nyitni. Mert itt sincs ajtó. Még egy följebb. Aha. Nagyon jó. Ez egy jó kör volt. Akkor menjünk a barátunk. Ó, de azért még egy AK. Nincsen helyem elhozni. Itt ki tudunk menni. Itt egy AK. Ó, de pont van helyem. Nagyon jó. Ó, annyi fegyverünk lesz, öcsém. De miért érzem azt, hogy ki kell jöjjek? De valószínűleg ki kell jöjjek. Még egy emelettel följebb. Erre már nem tudunk menni. Erre meg csak lefele. De biztos vagyok, hogy egy emelettel följebb kéne jussak. Haja. Csak néha a fények. Na de megjöttünk. Van egy bármi a közelbe. Jó. Na megjöttünk a körítés. Nagyon jó. És van egy nyomunk. People exposed to Chernobylite are able to communicate with each other. That's why people can see Tatiana. That's why I can see her too. A kvantum összefonódás Csernobilittel? Egyre érdekesebb dolgok vannak itt. Ó,
Hagyd el ezt a helyet, hideg földön fekszem, soha nem fogsz rám találni. Eléggé halál üzenet szava van. És méri ezt meg bazzek, a küldetés teljesítve felirat. Érted? Tehát jobban megijedtem, mint amikor a csávó rámugrott. Jó, van két képességpontom. Lehet, hogy... mi a tökre kéne cseréljem. Revolver upgrade-re. Na jó, azért van egy kis oldalsó kis pisztolykám, mert abból sok töltényünk van. Hát... ugye, Zoli? Az nagyon veszélyes. Jó, hát igazából ez a küldi, akkor ennyi volt. Menjünk haza. De nézzük meg, hogy ki tudunk felszerelni, hogy már Mihály is tudjon rédelni.